Hogy azt már megszokhatták, a Siesta Plus végén mindig egy kis színház. Szente Vajk a vendégünk, akit szeretettel köszöntök. Van már izgalom? Szombaton premier. Nincs már izgalom. Ilyenkor már nem szabad, hogy legyen izgalom. Egy ilyen zenés előadásnak az elkészítése jóval több, mint egy év. A kitalálástól, a fordításon, a fordítás visszafordításán át, a szereposztásig, utána az alkotó, a kreatív alkotó munka, jelmeztervezés, díszlettervezés, és utána tulajdonképpen az utolsó fázis, maga a próbaidőszak, amit itt töltünk olyan Nyíregyházán, ez az utolsó két hónapnak a munkája. Nagyon nagy baj lenne, ha nekem most izgulni kéne így egy nappal a premier előtt. Ugye 9-től 5-ig, de hát ez egy Magyarország ősbemutató, azért ez egy komoly felelősség. Nagyon nagy felelősség és egy óriási adomány most alapvetően a mi, vagy az én csapatom életében is, és a Nyíregyházi Színház életében is. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy Magyarországon először Nyíregyházán mutathatjuk be ezt a színdarabot. 1980-ban készült egy film, 9 to 5 címmel, 9-től 5-ig, és 2008-ban készült belőle a musical változat. És ez most először kerül magyar színpadra. Egy nagyon sikeres musicalről beszélhetünk a 9 to 5 kapcsán, és tényleg óriási dolog, hogy megkaptuk ezeket a jogokat, ez sok minden kellett. Egyébként nyíregyházi szempontból azt elmondhatom, hogy nagyon kellett a Sherlock Holmesnak a sikeressége például ez, hogy mi olyan utakat nyithassunk magunknak, hogy ilyen darabokat jó minőségben, jó kiállításban sikeresen meg tudunk csinálni. Kellett a Sherlock Holmes alkotókára, és kellett a Sherlock Holmes nézőközönsége hát, is. Vagy a Hello Dolly, vagy a meseautói. Azok kevésbé. Uh-huh. Ilyenkor most azért mondom a Sherlock Holmes, mert ugye külföldről kell beszerezni ezeket a jogokat, és olyan krediteket kell felmutatni egy ilyen előadás megszerzéséhez, ami mondjuk Nyíregyháznak a Sherlock Holmes volt, vagy ami nekem személy szerint mondjuk a Shrek vagy az Apáca Show kapcsán megvolt, és az Apáca Show-nak mondjuk a sikere, az nagyon sokat nyomott a latban most, hogy a 9 to 5 ide tudjon kerülni Nyíregyházára. Komoly jogi procedúra ilyenkor egyáltalán megkapni? Ez egy nagyon komoly jogi procedúra. A többek között az első kérdéseik egyike az, hogy kirendezni, az én személyem hál' Istennek mondjuk egy ilyen szempontból egy előremozdító tényező volt, és az, amint mondottam, hogy a Sherlock Holmes-t megfelelő minőségben, megfelelő kiállításban, megfelelő anyagi feltételekkel tudta bemutatni a Nyíregyházi Színház, és ilyeneket néznek, hogy aztán ideadják ezt a jogot nekem. Uh-huh. Vannak vendégművészek is, ugye ebben a darabban, ha jól emlékszem. Igen, vannak ez a színdarab. Három nőről szól, akik dolgoznak egy irodába, és egyszer csak megelégelik a főnöknek a magatartását, és ezért elrabolják a főnöket, a többit most nem is mondom, ez azt hiszem elég trailer az előadáshoz. A lényeg, hogy ez három nagyon nehéz szerep, és a szereposztásnál nekünk nagyon fontos volt az, hogy itt vannak nagyon jól éneklő színészek, nagyon jó zenész színészek Nyíregyházan, és mindannyian jó szerepet kapjanak ebbe az adásban, de ennél lényegesen több szerep van, ráadásul ugye a színház között párhuzamosan próbál előadásokat, úgyhogy igen, vannak vendégművészek is a produkcióban. Nevezett például Kulcsár Viktória, akivel én együtt dolgoztam az Apáca Show-ban, Staub Viktória, aki az egyetemi hallgatója a Budapesti Egyetemnek, úgyhogy, és Gubik Petra, aki pedig tulajdonképpen hazajön ide Szabolcsba, Ajaki lány és az Operett Színháznak az egyik tündöklő csillaga. Nagyon érdekes, amikor musicalről van szó, akkor az ember arra készül, hogy majd hátradől és önfeledten szórakozik. De hát azért a színháznak van egy olyan feladata is, hogy azért az ember egy picit úgy gondolkodásba ejtse. Tehát amikor vége a darabnak, tovább gondolja. Vagy egy picit átgondolja a saját életét, vagy a mai környezetbe helyezze. Itt is van ilyen? Tehát, hogy amellett, hogy hátradől és szórakozik, azért egy picit úgy elgondolkodik. Egy jó musical sosem annyi, hogy hátradől, szórakozol, kimész, és aztán nem történt veled semmi. Bizonyára vannak ilyen előadások, én nem szándékszom, eddig sem szándékoztam ilyen előadásokat csinálni. Muszáj, hogy amikor valaki hozzányúl egy anyaghoz, akkor tudjon arról valamit, hogy ez mi az, amit elmesél, mi az, amit haza tud vinni magával a néző. Egy jó musical sosincs meg drámai szituáció nélkül. És így van ez a 9 to 5-vel, és alapvetően azt tudom mondani, hogy nem is nagyon tud sikeres lenni egy musical drámai szituáció nélkül. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy a macskák például nagyszerűen ugráló, táncoló színészeknek az artista teljesítménye, az messze nem igaz, mert a macskák az elmúlásról szól, az újjászületésről szól, és így tovább, és így tovább, de mondjuk, hogyha most tényleg a 9-től 5-ről beszéltek, az is rengeteg irányban beszél. Beszél például a mostani MeToo kampányról, beszél arról, hogy egy főnök, egy férfi főnök hogyan él vissza a hatalmával, a beosztottjaival szemben, és ugye ezek a beosztottak hogyan reagálnak erre. Beszél arról, hogy a férfi-női egyenjogúság hol tart jelen pillanatban,
világban hol tart, felteszi ezeket a kérdéseket, beszél arról, hogy milyen prekoncepcióink vannak, jön egy új munkatárs, abstart nem szeretjük, és aztán kiderül, hogy ő vele nincsen semmi baj, és egy nagyon jó ember, és akár barátokká tudunk válni, sorolhatnám hosszan. Ezért ilyen sikeres ez a darab többek között. Rendezőként mekkora feladatot jelentett? Akik ismernek, tudják, hogy általában kész koncepcióval érkezel, tehát mindent a színészeknek megmondasz, hogy ide kell állni, így kell menni, úgy kell csinálni, tehát itt is ez megvalósult? Persze, persze. Ráadásul egy ilyen összerakott műzikel esetében hatványozottan igaz ez. Úgyhogy tulajdonképpen kétféle zenés előadást szoktam csinálni, az egyik ezek a bizonyos Broadway műzikelek, említettem a Shrek-et, az Apácásot, a másik pedig az, amit én magam írok. Ez igazából valahol félúton van, mert a szövegkönyvet Galambos Attilával együtt készítettük el az angol szövegkönyvből, ez aztán, ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, visszafordításra került, szóval átesett mindenfajta lecsekkoláson a külföldiekkel kapcsolatban is, és itt aztán tényleg messze menőkig előre ki kell találni mindent, lesz egy csomó lettfal, most először a Nyíregyházi Móri Zsigmond Színházban lettfalak is az előadás látványvilágát fogják képezni, hogy azokon mi legyen, azt hónapokkal ezelőtt ki kellett már találni, természetesen magát a díszletet is, szóval egy nagyon kész koncepcióval kellett érkeznem most is, így is volt. Mennyire voltak partnerek a színészek a munka folyamán? Hát a színészeket kell erről persze megkérdezni, hogy ők hogyan élték meg ezt az időszakot, de szépen lassan jönnek az információk. Először ugye az, hogy készítünk egy Broadway musicalt, ott valószínűleg van egy kíváncsiság, hogy ez milyen lesz, és aztán kiderül, hogy ez egy nagyon jól megírt musical. És a jól megírt alatt nem csak a zenét értem, hanem maga a szövegkönyv is nagyon jól meg van írva. Akkor nyilván van egy felelősséget éreznek, hogy akkor ezt most el kell tudni játszani, és aztán jönnek azok az információ dózisok, ami Túri Lajos koreográfiáit jelenti, az én elvárásaim, mert azzal, hogy miközben ezt mondja, közben azt kell csinálni, de közben le kell jönni, de közben be kell kötni a főszereplőt, mert őt föl kell majd emelni, szóval ez az információ dömping, ami következik, hogy nyilván egy picit el vannak veszve, de aztán, mivel utána nem történik az, hogy én aztán holnap homlok egyenest ellenkezőt kérek, mint amit tegnap kértem, ezért aztán szépen megfogalmazódik bennünk, hogy tulajdonképpen mindenki, hogyha a saját szerepével törődik, a saját feladataival törődik, akkor eljutunk és el is jutottunk az előző hétre, most van ugye a főpróba hete, holnap lesz a bemutató, hogy eljutunk az előző hétre, hogy tulajdonképpen az előadás teljes mértékben kész van arra, hogy megérkezzen a díszlet, megérkezzen a jelmez, szóval minden pont a helyén volt most is időben. Ahogy említetted a díszletet, hogy lett falak, nagyon sokat adtok a látványra is, tehát hogy a külsőségek nagy hangsúlyt kapnak? Ez egy nagyon látványos musical, valóban. Ezt bátran állítom, és egyáltalán nem szégyellem ezt, hogy ezt kimondom, hogy ez egy nagyon-nagyon látványos musical lesz. Annak is kell lennie, elvárás is, hogy az legyen. Én azt gondolom, hogy jó mennek sem rossz, talán Horváth Viktor is játszik a darabban, igen. És az elmúlt időszakban, amikor ő játszott, mindig nagy siker volt az igen. A darab, úgyhogy azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy amiben ő játszik, az nagy siker, úgyhogy szurkolunk majd neki egy kalappal, reméljük, hogy nagy siker lesz, és a nyíregyháziak is örömmel. Más miatt is legyen nagy siker. Köszönjük igen. Szépen, hogy itt voltál.